Hát sziasztok újra! Ugye Dia vagyok, és ez pedig itt a Tudatosság Percek szóló adása. És most nagyon rég nem jelentkeztem, és őszintén szólva mindig rengeteg témám van, és nehéz rávenni magam, hogy leüljek, és egy témát így kiválasztok ebből a sokból, mert mindig, amikor ideülök hozzátok, akkor így elönti a gondolat, meg a gondolat halmazok elöntik az agyamat, és tényleg így abban még, na jó, akkor majd akkor ülök le, amikor egy dolgot ki tudok választani. Hát most úgy ültem le ide, hogy vannak témáim, és nézzünk rá. És az egyik téma, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és szerintem nagyon sok embert érint, az nem más, mint hogy a látszat csal. Ugyanis pont Adrival beszélgettünk pár héttel ezelőtt arról, hogy hányszor tesszük magunkat rosszá, hányszor hasonlítgatjuk magunkat másokhoz, és gondoljuk azt, hogy velünk valami baj van, hogy mi nem vagyunk jók, hogy le vagyunk maradva, hogy kicsúsztunk az időből, hogy úristen, mások ezek hol tartanak, meg hogy úristen, neki hogy a francba van, erre is kerete, meg arra is, meg hogy teheti meg, hogy ide is megy, meg oda is, és hogy miközben azt látod, hogy heti egyszer posztol akár, vagy azt látod, hogy minden nap nyomja ezerrel és posztol, hogy lehet mellette még élete, hogy lehet még erre is ideje, meg minden, és erről kezdtünk el beszélgetni, és ez egy nagyon, szerintem egy olyan téma, ami nagyon érinti a társadalmat, meg úgy szerintem mindenkit is. Ugyanis nagyon sokszor nem látunk bele, hogy mi van mögötte. Amikor valaki azt mondja, hogy hát miért nem kérsz szponzorációt arra, hogy CF lehess, vagy akármi lehess, tényleg elmehess Amerikába egyetemre, mert hát neki úgy sikerült, hogy ő talált szponzort erre, vagy befektetőt, vagy akármi, akkor így nézel, hogy Jézus Isten, de jó neki, és hogy akkor Úristen, hol kéne kezdeni, vagy mit kéne csinálni, de azt nem mondja el, hogy ez a befektető az édesapja, vagy nem mondja el egyáltalán ezt, hogy befektetésből sikerült neki. Egyszer csak azt látjuk, hogy neki milyen jól megy, és hogy Úristen. Nagyon sokszor van az, amikor azt látjuk kívülről, hogy valakinek pörögnek a programjai, hogy de jól van lelkileg, hogy milyen sikeres, és a sikert ahhoz mérjük, hogy valakinek tele van-e a naptárja. Ugye az értékességet is ehhez mérjük, hogy tele van-e a naptárod, eléggé elfoglalt vagy-e, keresnek-e téged. Tényleg nagyon sok minden van, amit szerintem így az értékesség mögébe rakunk, és amit mi kikövetkeztetünk, hogy mi az, ami a siker titka ezeknél az embereknél, illetve amit elhitetnek velünk akár. Nagyon sokszor nem derül ki az, hogy valójában egy tök gazdag férje van, egy tök gazdag családból van, és ez nem vesz le az értékéből, tehát ezt nem azért mondom, hogy jó, hát akkor nekik tök jó, mi megüljünk a kanapén, vagy akárki megüljön a kanapén, mert mondjuk én is egy gazdag családból származok, de hogy így egyszerűen csak az, hogy nagyon sokszor nem látjuk, hogy ez az ember mennyi munkát tesz esetleg bele, hol kap másoktól segítséget, hol kap másoktól anyagi támogatást, hol kap akár tényleg bármilyen jellegű hozzájárulást. Nem látjuk azt, hogy mellette akár egy építkezésen dolgozik-e, mellette akár éjszakai bárban dolgozik, mellette tanít mondjuk egy iskolában, vagy bármi. Hát mi csak azt látjuk, hogy amit általában a social media szeretne megmutatni nekünk, mindig csak azt látjuk, amit mások meg akarnak nekünk mutatni. Nem látjuk azt, hogy esetleg otthon telesírja a párnáját, hogy tök szomorú, mert nincsen társa, vagy akármi nincsen meg az életében, ami számára fontos lenne. Mi csak azt látjuk, hogy 100 000 követője van mindenhol, sikert ér el, milyen fiatal, mindent megnyer, mennyi pénze van, hány ember támogatja, hány szponzor támogatja, stb. Stb. És ehhez mérjük magunkat. És nagyon sokszor én is látom, hogy az ilyen spirituális világban is,
de akár itt ebben az Access világában is, amit ugye én nagyon előszeretettel követek, és nagyon szeretek alkalmazni, az Access Consciousness-nek az eszközeit, hogy ebben a világban is látom azt, hogy sokszor az emberek, ahelyett, hogy cselekvésre szánnák rá magukat, nem hajlandóak megtenni mindent. És itt a minden és a hajlandóságban benne van az is, hogy például én is belekeveredtem egy olyan helyzetbe, ahol mondjuk hajlandónak kellene elmenni volt futárnak, hajlandónak kell lennem elmenni, mit tudom én, felszolgálni valahova, hajlandónak kell lenni arra, és ez a kelt, ezt ne úgy hallgassatok, hogy ellenállást keltsen fel bennetek, hanem az ember ragaszkodott ahhoz, hogy én egy mekkora coach vagyok, és mekkora akadályedző, meg úr, Isten, micsoda én márkám van, ami egy részről igaz, de ha beleragadok csak ebbe, akkor nem kizárok minden mást is. És egy csomószor van az, hogy ha fölteszünk egy kérdést tényleg, hogy mi az, ami most nekem itt többet teremt, akkor az, hogyha nem feltétlenül csak fekszek az ágyban, és felteszek kérdéseket, hogy jaj, tegyél fel egy kérdést, hogy mi más lehetséges, hanem felteszek egy igazi kérdést, ami nem ilyen nyámnyila kérdés, hanem egy igazi kérdés. Oké, most itt mi az, ami kihúz engem ebből? Mi az, amit most tehetek? És lehet, hogy olyan dolgokat kell most jelenleg tennem, ami úgy néz ki, mintha nem a céljaim felé vezetnének. Hiszen mi köze van mondjuk egy építkezésnek, vagy akárminek, ahhoz, hogy te, nem tudom, cégvezető legyél, vagy te, nem tudom, Amerikában lakjál, vagy bármi. És megpróbáljuk így kikövetkeztetni, hogy én oda nem megyek el, mert az úgysem a céljaim felé vezet. Én azt nem vállalom be, mert akkor bele fogok ragadni, és akkor nem fogok tudni innen elmenni, és akkor stb. 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 Ezért inkább már el se kezdem. És nagyon sokszor van az, hogy egyszerűen csak megnyitod magad a lehetőségeknek, tényleg felteszed azt a kérdést, hogy az a célom, de most mi a következő lépés? És egyszerűen követed annak az hívását, ezt szokták mondani, hogy követed az energiát, de követed azt a hívást, hogy ha ide megyek, akkor ahhoz a célhoz fog vezetni. De ez nem úgy néz ki kívülről, ahogy mi gondoljuk. Ugyanis lehet, hogy most el kell menned egy építkezésre, vagy most el kell menned egy akármi boltfutárnak, vagy akárhova dolgozni, vagy akárhova tényleg nem feltétlenül csak dolgozni, de hogy akármit egy szórólapozni, vagy bármi, és vagy föl kell hívnod valakit, vagy tényleg akármi lehet, helyettesítsétek be, és közben annak ott lesz majd valami, amit te nem tudsz előre kitalálni, nem tudsz előre kikövetkeztetni. Ha majd oda elmegyek, akkor megismerem az amerikai férjemet, aki kivisz Hollywoodba, és Oscar-díjas lesz. De mi van akkor, ha tényleg úgy, hogy ott dolgozol, ott építesz olyan kapcsolatot, akik segítenek felújítani a lakásodat, ott építesz olyan, vagy találkozol valakivel, vagy csak hallasz egy olyan információt, vagy csak felszedsz egy olyan tudást, egy olyan technikai tudást, egy olyan fizikai tudást, ami a továbbiakban tovább lendít, vagy csak egyszerűen annyi, hogy kikapcsol, és leföldel téged az a tett, az a munka akár, vagy csak annyi, hogy mit tudom én, tudsz önmagaddal foglalkozni jobban, mert fizikai munka, és közben tudsz hallgatni hanganyagot, vagy bármi. És hogy mi van akkor, ha ezek is oda vezetnek, de nem tudjuk előre kitalálni, és mivel mi abból működünk, hogy megpróbálunk mindent kikövetkeztetni, kikontrollálni, hogy ha majd jobbra lépek, akkor majd balra ez fog történni, ha balra lépek, akkor jobbra ez fog történni, oda nem megyek, mert hát hogyan lennék már egy építkezésben, hogy lennék már amerikai filmcsillag, vagy mit tenni, cégvezető, vagy tényleg akármi, de mi van akkor, ha ez nem ilyen lineáris, hogyha ez nem úgy épül fel, ahogy te kitalálod, hogy felépül. És hogyha beleengeded magad a térbe, ha beleengeded magad abba, hogy csak kéred, csak ráfókuszálsz arra, hogy mit szeretnél, és engeded, hogy, és követed ezt a hívást, tényleg követed az energiáját annak, amerre húz téged az utad, úgymond. Akkor is, ha az úgy néz ki, hogy nem oda vezet. És hogyha nem állunk ellent annak, hogy az utunk
vezessen minket, akkor is, ha nem úgy néz ki, ahogy mi szeretnénk, akkor valóban el tudunk jutni oda, hogy a saját békénk terén keresztül, a saját békénkbe akár, valóban el tudunk jutni a vágyainkhoz és a céljainkhoz. Ugye itt jön be az elme, aki kikövetkeztet, itt jön be az elme, aki kitalálgatja a dolgokat, aki azt mondja, hogy á, az hülyeség, á, de ciki, hogyha te viccelsz, ilyen image-el elmész oda, hát ez halálosan égő lesz, ha kiderül, hát ne vicceljél. És hogy hányan nem teszünk meg amúgy dolgokat, és itt ne feltétlenül nagyon szélsőséges dolgokra gondoljatok, és ne olyanra, ami összehúz, meg ami kicsi, hogy fú, most én kitaláltam, hogy nekem ki kell állnom tangába a sarokra, és akkor lesz, akkor majd akkorát választottam, és majd akkor lesz az, hogy mindenre hajlandó vagyok, és bevállalom az ítéleteket, a szégyent, a mindent, és majd az a lépés fog akkorát átütni, hogy csak na. Mert nem, én nem hiszek abban, hogy feltétlenül olyan lépéseket kell tenni, ami neked nagyon fáj, és ami borzasztó rossz, és ami megaláz, meg minden, hanem egyszerűen csak jön egy hívás, hogy föl kéne hívni azt, be kéne adnod az önéletrajzod oda. És persze megjelenik a gondolat, hogy hát jó, de én ott törzsvásárló vagyok, most odaadjam be, hát mit fognak gondolni, hogy mi baja van ennek, mi történt vele, vagy ilyesmi. De mi van akkor, ha ezen felül is megteszed, ott átütsz egy falat, és nem kell feltétlenül oda menni, de megtetted, tehát éltél a lehetőséggel, és nem biztos, hogy attól függetlenül az a lehetőség a tiéd. Szóval, hogy nem feltétlenül szerintem ilyen nagyon kemény, nagyon durva, nagyon fájdalmas dolgokat kell megtenni ahhoz, hogy hajlandó legyél. Csak egyszerűen az, hogy tényleg ebből a kíváncsiság és lelkesedés teréből fölteszel egy kérdést, hogy oké, de itt most mit választhatok még, vagy mi az én igazi valóságom, vagy mi az, amit itt megtehetek, vagy mi az, amit hozzáadhatok az életemhez, vagy mi az az élet, ami most itt meg akar valósulni általam. Vagy ha belekerülsz egy helyzetbe, akkor ott, ha egyszerűen a Maslow piramis alja nincs meg, ha nem érzed azt, hogy ki tudod fizetni a számláidat, ha minden, akkor hiába törekszel arra, hogy te mekkora coach legyél, meg mekkora önmegvalósítás, meg én márkát építsél, mert egyszerűen szorongani fogsz attól, hogy nincs pénzed, hogy szükségben élsz, hogy szükséged van másokra, hogy szükséged van arra, hogy eladd az együttműködésedet, és nem fog érdekelni senkit. És ettől még lejjebb kerülsz, és még rosszabb lesz, mert azt fogod érezni, hogy úristen, én itt vagyok, bezzeg, mások hol vannak. És azért kezdtem ezzel a beszédemet, hogy a látszat csal, mert hogy egyrészt ugye nem biztos, hogy azok vezetnek el a vágyaidhoz, amiket te kikövetkeztetsz, tehát az elméd látszat a csal. Másrészt, amit a social feléd nyomat, meg ahol te azt látod, hogy valaki nagyon sikeres, ott nem tudhatod, hogy valójában neki a siker azt jelenti-e, amit akár a követési tábora, akár az, amit elért, az képvisel. 3. Csomó hazugság van emberek történeteiben, és ezt most nem személyeskedni szeretnék senki ellen, de hogy csomószor nem sebezhetőek is az emberek, hanem nem látunk be mögé tényleg, és azért nem akarom még egyszer elismételni, hogy nem látsz mögé, hogy ő neki ott valójában milyen segítsége van, nem látsz mögé, hogy ott őt ki és mikor és hogyan támogatta, nem látsz mögé, hogy ő honnan jött akár, csak azt látod, amilyen most van, amit elért. És ebben rengeteg helyen van kamu, rengeteg helyen van őszintétlenség, rengeteg helyen az emberek nem mutatják meg azt, hogy jó, de mellette kapálok a földeken amúgy, mert hogy nagyon elő van adva, hogy full telt házasak a programjaim, meg te ráadásul feléd az van nyomatva, te meg elhiszed, de nem vagy benne, és valójában a programban van 3 ember. Tehát, hogy így, és tök másból él meg. Tehát, hogy én is egy csomó helyen jártam, egy csomó emberhez kapcsolódtam, egy csomó üzleti találkozón voltam, egy csomó, tényleg most már azért szerintem lassan, még 20 nem, de 15 éve nagyon sok ilyen programba vettem részt, és nagyon sokszor benyaltam azt, hogy úristen, ő tényleg ebből az MLM-ből gazdagodott meg, mert ez volt előadva.
De közben, amikor már csatlakoztál, akkor kiderült, hogy hát nem, ő eleve rohadt gazdag a szülei által, és akkor csak úgy beszegeti ezeket a termékeket, és úgy azt adja elő, hogy ő mennyit keres ebből az MLM-ből, de gyakorlatilag nem keres semmit. És hát akkor ugyebár nem feltétlenül tudja megtanítani neked, hogy te hogyan legyél ebből sikeres. Szóval, hogy nagyon sokszor csal a látszat, nagyon sokszor gondolunk többet bele dolgokba, ami valójában nem valósak. És nagyon sokszor tesszük emiatt nagyon rosszá magunkat. És ugye például nem látunk bele abba, hogy a coach, akire nagyon felnézünk, és aki nagyon jókat posztol, heti 5 napot amúgy 8 órában, 10 órában dolgozik, mellette szerkeszti ezeket a dolgokat, és úgy adja le egyik napot, másik napot, míg végül tényleg csak azzal tud foglalkozni, hogy kliensezik. És hogy azt látom itt a világban, hogy sokszor beleragadunk dolgokba, vagy eszközök, például az Access-nek az eszközei, ezeket ilyen fölhelyezzük oda, hogy Úristen, akkor csak ez szerint élhetünk, és akkor összekeveredik bennünk az, amikor fölteszünk egy kérdést, meg amikor a kérdés szerint élünk például. Tehát ha te neked nincsen meg mondjuk az anyagi biztonságod, akkor te nagyon, és ez az én nézőpontom, nehezen fogsz onnan önmegvalósítani és teremteni. És hiába nézel másokat, és hiába teszel fel egy kérdést, cselekedni kell, ember. Tehát, hogy nagyon sok helyzetben bújkálunk ezek mögé az eszközök, meg így, jaj, mi más lehetséges, meg ilyenek, de nem használjuk ezt az eszközt igazából, hogy valóban belegondolva, átérezve, oké, itt mi más lehetséges. És nagyon sokszor van az, amikor például rajtam is nem az segít feltétlenül, hogy felteszek egy kérdést, mert annyira be vagyok szűkülve, hanem az, ha kimozdulok, elmegyek egyet sétálni, vagy elmegyek kirándulni, ha kiugrálom magamból, vagy kirázom magamból, ha úgymond perspektívát váltok, de nem az ágyban fekve, hanem hogy tényleg perspektívát váltok, és elmegyek sétálni. És amikor ont fölteszel egy kérdést, hogy mi más lehetséges, és jön egy érzés, hogy add be ide azon értelmezőt, menj be ide, kérdezd meg azt, írd ki. Tehát, hogy beszélnünk kell az emberekhez, kérdezni kell. Senki nem tud mondjuk téged támogatni semmiben, nem tud hozzájárulni, ha nem kérdezel. És hogy mernünk kell kérni és kérdezni, ez baromira fontos szerintem. És hogy nagyon sokszor, ha az a kérésed, hogy mondjuk hogyan indulhatna be az életed, hogyan lehetnél te is olyan sikeres, mint azok, akikről azt gondolod, hogy sikeresek, és lehet, hogy közülük tényleg sokan sikeresek, de nem biztos, hogy abból élnek meg, amit te gondolsz, hogy abból élnek meg. Nem látsz bele, hogy mondjuk kiteszi az online programokat, és te azt gondolod, hogy abból él meg, miközben amúgy részvényekből él meg, vagy kriptóból, vagy bármi egyéb más dologból is, és ennek van tere. Ezt azért mondom, nem azért, mert bárki rossz, vagy bárki, tehát hogy ezt az egész beszélgetést, bár tudom, hogy nagyon bicskanyitogató, nem azért teszem most ki, mert hogy azok rosszak, akik amúgy azt hitetik el veled, hogy ők miből élnek meg, hanem, és hogy rossz, hogy gazdag, és rossz, hogy valaki megtámogatja, mert nem, hanem csak az a lényeg, hogy egyszerűen rendet kell raknod magadnál, és a rendrakáshoz lehet, hogy először olyan dolgokat kell csinálnod, amit azt gondolod, hogy nem a célodhoz vezet. De mi van akkor, ha az online programod akkor indul be, és mondjuk nekik is azért megy jobban az online program, vagy bármelyik programjuk, mert nincs rajtuk a szükség energiája, nincs rajtuk az, hogy kiírok 5 online programot ebbe a hónapban, amiből amúgy kereshetek 2 milliót is, de kereshetek kurvára 0-át is, és akkor az van benned, hogy Úristen, muszáj, hogy ezt megnyomjam, muszáj, hogy kitegyem, muszáj, hogy jöjjenek rá, mert ha nem, éhen halok, és Úristen, tőled függ, nekem van rá szükségem, fizess be hozzám, mert éhen halok, és ez az energia, te befizetnél erre? És ezt nem kell így kimondani, egyszerűen ez a nyomasztás rajta van ezeken a programokon. De ha te teremtesz, ha te földelsz, ha te olyat csinálsz, amikor feltetted a kérdést, hogy oké, de ez oda vezet, ahova szeretnék jutni, akkor jött egy érzés, hogy igen, nem látod, hogy hogyan,
de mégis az jött, hogy igen. És abba beleállsz, és csinálod, és mellette csinálod ezeket az online programokat, vagy kiteszed, akkor sokkal több tere van arra az embereknek, mert nincs a nyomasztásod, hogy éhálok, ha nem jössz, hogy ezek megvalósuljanak. És nagyon fontos, hogy magadat nézd, tényleg. Én sokszor belesek még ebbe a hibába, azért tudok ilyen profin beszélni erről, hogy de ő miből él meg, de honnan van neki ez, de hogy építette fel, és nem biztos, hogy valaha ki fog derülni az igazság. És nekem nem is a dolgom az, hogy az ő életébe turkáljak, hanem hogy nekem hogyan működik, neked hogyan működik, neked hogyan működik egy online program, neked hogyan működik egy közösségépítés, neked hogyan működik a pénzteremtés, neked hogyan működik a munka akár. Ha az a nézőpontod, hogy csak 8 órás munkából kereshetek sok pénzt, akkor ne mondjál fel, és csak online programokat tegyél ki, mert a hitrendszered szerint te 8 órás munkából tudsz sok pénzt keresni, akkor bajmi kevés esélye lesz rá, hogy jól fogod magad érezni, úgyhogy nincsen munkád, és csak az online programoknak kiszolgáltatva várakozol otthon. Hanem akkor dolgozzál 8 órába, és vedd észre azt, hogy van egy ilyen fix nézőpontom, hogy 8 órás munka tud csak pénzt teremteni, és dolgozz azon, hogy ez oldódjon, hogy ez puhuljon, és ez kikönnyüljön, hogy ez a nézőpontod megváltozzon, eltűnjön, és mellette futtasd az online programokat, és közben ezen dolgozol. Tehát, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk szerintem, hogy valamire születni kell, valamiben szerencséd van, és tény és való, hogy vannak emberek, akik ebben tehetségesek, akik abban, akik amabban, és így sok mindenben tudunk tehetségesek lenni, mindenki akár másban. Az teljesen természetes, természetesen, tehát azt észre se veszük, és nem ismerjük el, de hogy ezek folyamatok. Hagynod kell azt, hogy elbukjál, hagynod kell azt, hogy elveszítsed, hagynod kell azt, hogy tök gáz legyen, hagynod kell azt, hogy senkit ne érdekeljen, hagynod kell azt, hogy senki ne jelentkezzen, és ez így is van. És lehet, hogy most nem leszek olyan népszerű, de hogy nekem is kiteszek egy hónapban, nem tudom, 13 darab programot, abból 10 fix, hogy elmarad. De nem azért marad el, mert hogy én szar vagyok, vagy nem kommunikálok a social-en, vagy senkit nem érdekel, hanem egyszerűen csak nincs itt az ideje, nincs itt a tere annak, nem az teremtett valójában most az a program, hogy kitettem, hanem maga az a tény, hogy kitettem a programot. Az teremt valami többet. És hogy látom azt, hogy sokan be vagytok ebbe ragadva, hogy nem mertek hibázni, nem meritek elbaszni, nem mertek, féltek attól, hogy senkit nem fog érdekelni, féltek attól, hogy nagy a zaj a social médiában, és hogy nem fogják észrevenni az emberek, és így sok mindennek betulajdonítjuk ezeket a dolgokat, de ez nem biztos, hogy igaz. És hogy ez mindenkivel előfordul, a legjobbakkal is. Bárkivel a legjobbak közül leülnél beszélgetni, akkor elmondaná, hogy az első egy évben elmaradt az összes programja, és senki nem jelentkezett rá, de a lényeg az, hogy ne állj meg soha. Jó? Ne állj meg soha. Azok, akikhez hasonlítgatod magad, azokban max az, ami őket kiemelkedővé teszi, hogy akkor se álltak meg, amikor egy lájkot se kaptak, akkor se álltak meg, amikor inkább kikövették őket, mint bekövették volna őket, akkor se álltak meg, amikor a videójuk bénán sikerült, vagy aláfikázott valaki, akkor se álltak meg, amikor a Redditen, vagy akárhol is szanaszét szapulták őket, akkor se álltak meg, amikor 0 forintjuk volt, és akkor se, amikor 10 millió egy hónapban, hanem tolták, következetesen, és nyomták, és hittek magukban, és ez szerintem baromira fontos. És ő közöttük, meg te közötted maximum ez a különbség, hogy elhiszed-e, hogy neked sikerülhet. És hogy hajlandó vagy-e tényleg úgymond bármire. És néha tényleg nem az segít, ha fölteszel egy kérdést, hanem az, ha kimozdulsz, az, ha sarkad rász, és elindulsz cselekedni, mert ne szúrjál ki magaddal, ember. És a kikövetkeztetésre akartam még valamit mondani, meg egy könyvet ajánlani, ami nekem, amikor 10 évesen így elvesztem, akkor nagyon nagy segítség volt, és most pont eszembe jutott, hogy tök jó lenne újraolvasni, mert biztos, hogy most is adna teljesen más dolgokat, mindjárt elő is veszem el a könyves szekrényről. A Múzsa, Baraskó Csaba írta, és nagyon-nagyon jó. Ez ugye arról szól, hogy
nincs jó paszban a csaj, ilyen szomorú, meg minden baja van, és tartozása van, szakításban van, bla bla bla, és hogy hogyan fordítja át az életét, hogy hogyan lesz végül happy end, ezt azért elárulom, bocs, hogy spoilerezek, de hogy így nagyon jó, és a lépések le vannak írva, nem az, hogy csöves voltam most, meg én vagyok a nagy előadó, és akkor senki nem tudja, hogy jutott a csövesbe előadói pozícióba, hanem hogy úgy megmutatja ezeket a kis részeket, szerintem nagyon jó kis könyv. A másik meg az, hogy kikövetkeztetünk, és én magamon vettem észre, tehát valószínűleg csak magamról beszélek, ezen nyugtassatok meg, hogy nem, hogy kikövetkeztetek dolgokat. Volt egy időszak, amikor nagyon ellenálltam az akadályedzésnek, volt egy időszak, amikor nagyon ellenálltam annak, ami amúgy boldoggá tett, volt egy időszak, amikor nagyon ellenálltam annak, hogy én most elköteleződjek Magyarországhoz, mert hogy én mindig ezzel haknézok, hogy én külföldre akarok menni, elköltözök itt, stb. Stb. Egy időben azért, mert utálkoztam, mert sokkal könnyebb utálkozni az országom ellen, mint azt mondani, hogy amúgy kurvára szép és csípem, de nem választom. De erről már beszélgettünk egyszer az Adrival, szóval Magyarország így szeretlek talán abban a részben. És ugye sosem akartam úgy újra az elmúlt idő pár évben elköteleződni, hogy fú, akkor nekem fix óráim legyenek, mert hát akkor nem utazhatok el, akkor mindig magyarázkodni kell, hogy most miért utazok el, meg hogy miért hagyom itt a csapatot, meg blablabla, és hogy nekem nem kell ez, meg hát akkor véletlenül itt ragadok, és hogy akkor már megszeretem az embereket, és egy csomó kikövetkeztetés van ebben. Vagy ha majd felmondok, és véletlenül vissza kell jönnöm, akkor már nem fognak felvenni, meg egy csomó ilyen dolog van az ember fejében, ami miatt nem lép. Ami miatt azt gondolja, az a fix tuti, az a 100%, az az igazság, és akkor nem lépek sem erre, mert hát akkor nem köteleződök el emellett. És most adtam magamnak én is májusig egy kis időt, amíg szeretnék megváltoztatni dolgokat, szeretnék más mederbe terelni dolgokat, szeretnék újra edzői közösséget felépíteni, meg tudatosság közösséget, tehát egy közösséget. Szeretnék újra személyesen kapcsolódni veletek, és tervezek is ilyen programokat ugye az oldalaimon, és hogy elköteleződtem most amellett, hogy vállalok csoportos órát, és meglátjuk, hogy mi lesz, hogy nem akarom kitalálni én a jövőt, hanem csak követek egy hívást, és megnézzük, hogy merre vezet. Megnézzük, hogy mi lesz belőle, és bármikor mondhatok nemet. Úgyhogy talán így tudom, hogy egy témának indult arra, hogy a látszat csal, de nagyon sokszor csal a látszat. Nagyon sokszor az, akivel találkozol öltönyben, előtte 3 napig az éjszakában dolgozott mondjuk, vagy éjszakai takarítóként, vagy műtősként, vagy akárhogy dolgozik, vagy tényleg építkezésen, és utána délután meg öltönyben van, és nem, tehát hogy az emberek annyira sokszínűek, annyira érdekesek szerintem, hogy és az életutak is, az életútjuk is, és a tied is annyira sokszínű, hogy felesleges hasonlítgatnunk magunkat, és tényleg nagyon sokszor juttasd azt magadnak az eszedbe, hogy te nem látod azt, hogy ő mögötte mi van. Nem látod azt, hogy tényleg ki van mögötte, mi van mögötte, és lehet, hogy nem is fogja soha bevallani. De ha te ehhez hasonlítgatod magad, és emiatt lehúzod magad a vécén, meg nem tudsz elmozdulni jobbra vagy balra, akkor az a te életedre lesz hatással, nem az övére. Szóval kevesebbet törődjetek azzal, hogy mit csinálnak mások, hogy mi az, amit ők kitaláltak, és bezzed, te is kitaláltad, de te nem csináltad még meg, és stb. 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 És inkább többet cselekedjetek. Többet legyetek hajlandóak, többet nézzétek azt, hogy nektek mi működik, több kérdést tegyetek fel abból a térből, hogy oké, mi lehetséges nekem itt most, mit tegyek, ki legyek, hova menjek, kivel beszéljek, kit hívjak fel, stb. Stb. Mert ezek azok szerintem, és az, hogy tényleg fölemeled a valagadat, és elindulsz, és csinálod. Ez az, ami szerintem így többet teremt, és remélem, hogy tetszett nektek ez az adás. Ha igen, akkor ugye most már a Spotify-on is fönt van, úgyhogy értékeljétek kérlek szépen, osszátok meg nyugodtan, hívjatok meg ide másokat is, és legközelebb is találkozunk, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Sziasztok!